A megyei önkormányzat online konferenciára invitálta a lakosságot a jövő műhely elnevezésű találkozón, a megyei identitás tudat erősítéséről, annak eszközeiről is beszéltek az előadók. Elhangzott az elkövetkezendő 2 évben a megye célja, hogy a közösségi önazonosság tudat, a lokálpatriotizmus belső értékként jelenjen meg a településeken, emellett a mi szabolcsiak, szatmáriak, beregiek tudat erősödjön. Biztos vagyok benne, hogy gazdasági felhajtó erőt is jelent egy közösség életében, hogyha büszkék a településen élők, a megyében élők, a települési, a megyei identitásukra, és ez aztán gazdasági felhajtó erőt is jelent önmagában az a tudat, hogy én szabolcsi, szatmári vagy beregi vagyok, hiszen más lesz a tartásom, más lesz a élethez, a élet megéléséhez, annak minőségéhez való viszonyom, ezért is vágtunk bele ebbe a projektbe. Több mint 800 millió forintból valósítjuk meg a következő 2 évben ezt a projektet, amelynek keretében elsősorban rendezvényeket tervezünk megvalósítani. Nagyon furcsa ezt most egy online konferencia közben megemlíteni, tehát reméljük, hogy bírjuk ezt a kort, ami gyötör mindannyiunkat a következő évben, következő év első felében, és azt követően nagyon sok helyi rendezvényel tudunk jelentkezni, de hát a reményeink szerint a Kölcsei TV is egy nagyon aktív partnerünk lesz ennek a programnak a megvalósításában, olyan médiatartalmakat is igyekszünk a megye lakói felé tárni, amelyek ezt a közösségi élményt erősítik, akár vetélkedőkkel, játékos feladatokkal vegyítve. A tevékenységek a megye 20 településén és a megye székhelyen összpontosulnak, azonban a célközönség vonatkozásában mind a 229 településre, a megye teljes lakosságára fókuszálnak, hiszen a rendezvények minden lakos számára nyitottak. Közösségi identitást erősítő programokra a területi és településfejlesztési operatív programok keretében összesen 263 projekt kapott támogatást közel 23 milliárd forint összegben. A közösség erősítése fontos, hiszen az ember társas lényként ott érzi magát biztonságban, ahová kötődik, ahol otthon érzi magát. A kutatások azt bizonyítják, hogy az, hogy valahol jól érezzem magam, ez nagyon komplex tényező, tehát nagyon sok mindentől függ. Függhet a foglalkoztatásról, függhet attól, hogy milyen területen élünk, de nagyon fontos, a legfontosabb tényező az, hogy hol érzem jól magam. Az, hogy hol érzem jól magam, ez alapvetően attól függ, hogy hol találok olyan hozzám hasonló embereket, akikkel meg tudom beszélni a mindennapjaimat. És ez a kultúra, a rendezvények, azok a közös cselekvések, amelyek éppen ahhoz segítenek, hogy az a település, ahol én éljek, az egyre jobb presztízsű település legyen. Tehát ha én bárhol bemutatkozom, hogy XY településre érkezem, akkor az emberek azt mondják, hogy húha, ez egy nagyon jó hely. Tehát ilyen nagyon egyszerű, kézzelfogható eredményei is vannak, hogy jól érezzem magam az adott településen, és ne arra koncentráljak, hogy mi az, ami rossz, hanem arra, hogy mi az, ami az ottani életet jobbá, szebbé, élhetőbbé teszi. A projekt során azt szeretnék elérni, hogy utóhatása hosszú távon minden generációnak belső tartást, értéket adjon, amely a jövőben mind az egyén, mind a kis közösségek, az adott település és vonzás körzete számára is társadalmi fejlődést hoz.